Jó, persze, persze, most nem felejtem el, mint a múltkor. Jó, szia, szia. Elnézést csak, barátnőm hívott, hogy hazafelé ugorjak be tejért. Érted? Tejért. Na mindegy, bocsi. Egy slammer, ha színpadra áll, önmagát felruházza. Politikus, író, költő, rapper, hentes, zapenyző, vagy épp a szavak terelő juhásza, de én nem. Én vagyok az őszinteség őbetűjén az ékezet. Egyetemi tanár lettem. Ez dobta a gépezet. Na vágjunk bele! Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, amely csodás tájból, Pócéhán. 15 percig van elmélázni a táblán vázolt problémán, szemek előtt fellebben a jó megoldás képlete. Ismerős a feladat, mi? Na ezt nem tudták két hete. Dologra! Imádom a hivatásom, mikor a minden tudás folytogat, krétaporos köpenybe zárt irreleváns gondolat, boros úton megpihenő tudásszomjas fiákerek, s én itt állok-e katedrán. Bámuló kis diák szemek. Legtöbbjükről messze leri a tegnap esti tivornya, ittasson az erkölcsöket páros lábbal tiporja. Egész nap csak tanulunk. Na persze otthon azt kamuzzák, pedig ha megtehetnék, még a fogtündért is faszra húznák. Tehát változik az értékrend. Berogál a tisztán látás, hőbörög a pici lelked, ahelyett, hogy szimplán hálás, ha már elvárod, hogy keresztelet anyád apád cipelje. Maga, ott a fekete pólóban a saját lapját figyelje, hogy milyen élet vár magára. Jó, mondjuk ezt nem tudhatom, de a sikerül is azért, hogy majd szóbelin megbuktatom. Folytassák! Az egyetemi becsület a felnőtt élet pintora. Kidumálni mindig mindent, ahhoz nem kell diploma. Fallal magunk körül fogunk elveszni az évezredben. Önmagammal egy csónakban evezni az élvezetben. Csak én, meg én. Minden mást elnapoltam, a másik kifaszt érdekel, ott rohad el, ahol van. A törődés csak illúzió, már csak képek tartják életben. Közömbösség keveredett véletlen a véredben. Egyből, ahogy utcára lépsz, bendül az iPod gitárod, nem bírod elviselni az élet zaját és kizárod. Leszarod és leszarod. A társadalom hatása. És pontosan itt veszik el a megismerés varázsa. De csak aki bűn nélkül él, vettet a jó akaróra, hoppáré, le is tehet a negyed óra, ha jó akaróra, tollattüstént letesz, a gondolat csak fejben él. Az eredményeket majd, mondom, nem beszél. Szóval az eredményeket majd feltöltöm a internetre, maguk meg csak mosolyognak, mint az újabb vizsga ingyen lenne. Jöjjenek a dolgozatok előre, szépen, csendben, elnémulva. Akinek ez nem sikerült, hát vele találkozunk egy év múlva. Egy ilyen hosszú nap után vágyom igazán a pihenésre. Hazaérve érzem az elmi brutálisan kierélve és betoppanok. Szia drágám, te szívemből egy szelet. Képzeld milyen csodásnak, hogy micsodát? Jelet. Ja, hogy tejet. Ó, bazd meg. Krisztián!